városába slingeltettem zsebkendőt. Híres Mimfőn nem találok szeretőt. El kell menni más faluba keresni, aranyos Mariskám nem tudlak elfeledni. Hegyes völgyes, hangulatos falu Mimfőcsanak, amelyre gyámolítóan tekint le a területet századok óta uraló Pannonhalmi apátság. A falu kiemelkedő pontjáról körültekintő vándor előtt ott terpeszkedik a termékeny kisalföld, s tiszta időben, a messze távolban felsejlik az Alpok vonulata. A szívem soha nyugodalomba. A három falu összeolvadásából született Mimfőcsanak szerencsés, de különlegesnek mégsem nevezhető helység. A természet szép környezettel áldotta meg, a Közép-Európát átrajzoló történelem három határt is húzott közelébe, míg a szocialista ipartelepítés a fejlődő Győrhöz láncolta. Neves szülöttek, Galgóczi Erzsébet a Kossuth-díjas író, vagy Súlyok Vince, a Svédországba települt költő is öregbítik hírnevét. Különös abban sincs, hogy az őshonos magyarok mellett betelepült bajorok, szerbek és cigányok színesítik az etnikai palettát. Vagyis Mimfőcsanak kicsiben a haza. Az itt élők úgy, mint másút mindenütt napszámosok, akik generációk óta vívják küzdelmüket a szebb jövő reményében. A lelkek csanaki napszámosa Bartók Ferenc plébános, aki az írások tanúsága szerint a 19. bencésrendi szerzetes, aki itt szolgálja híveit. Vajon mi az a feladat, amelyet ma kell megoldania az Isten és a lelkek napszámosaként? Azt hiszem, hogy az embereknek a jóságát megmozdítani. Amikor azt mondom, hogy a jóságot megmozdítani az emberekben, akkor arra is gondolok, akik talán a hívő gyakorlattól, a gyakorló vallásos élettől valamiképpen elszakadtak, elsodródtak az évek során. Nagyon bonyolult kérdés, hogy milyen okok miatt. Viszont én azt tapasztalom, hogy rengeteg pozitív érték, életerő, szeretet, ez a legjobb szó, ez van az emberekben. Tehát úgy megszólítani az embereket, hogy bekapcsolódjanak ebbe a szeretet áramba. Én így hívom ezt, szeretet áramba. Van egy óriási hívó szó ma, a pénz hívó szava, szóval a teljes anyagi szemlélet. Vagy ezért szélsőségesen fogalmazok? Nem, én azt hiszem, hogy jól fogalmaz. Én viszont úgy látom a kérdést, hogy a pénz melletti elkötelezettség ellenére az egyedüli igazi hívó hang az Úristennek hangja. És én erről számtalanszor ebben a piciny faluban is meggyőződtem, hogy az emberek körbeveszik magukat a pénzzel, illetve a pénz által nyújtott javakkal, de az, amit igazán szeretnének, az nem vásárolható meg, és ezek a javak nem érhetők el pénzzel. És ezt azok is nagyon jól tudják, akik nagyon magas anyagi színvonalon vagy életszínvonalon élnek. Nem is a pap személye a fontos, hanem hogy amit ad az embereknek, annak komoly köze kell lenni az élő Úr Jézus Krisztushoz. De együtt kell élni az emberekkel. Hát ön ezt teszi? Hát igen, ezt teszem, ez a hivatásom, és úgy érzékelem, hogy ha nincs is esetleg konkrét munka, tehát tennivaló, a papnak a jelenléte az túlmutat, tehát hogy egy plébánia lakott, nem elhanyagolt.
A múltkoriban olvastam egy cikket erről, hogy milyenek a plébánia kertek például, mennyire árulkodó a településről, és utólag elgondolkodtam, ebben tényleg van valami, és itt nem csak a szépségről van szó, hanem arról, hogy az Isten gondozott világa legalább a plébánián meg kell, hogy jelenjék, és talán ez az emberekre kisugárzik.